Olyan, hogy kíváncsi voltam, hogy mi fog történni, és ezért önként bementem ilyen perekre. Érdekes, hogy pont a lomkoronasétány miatt perelnek be először, és nagyon sajnálom, hogy nincs itt a felperes Filemon Mihály. A bíróság kifejezetten felhívja a sajtó résztvevő képviselőit, hogy felvételkészítés közben tartózkodjanak a tárgyalás rendjének zavarásától. Meg olyan is volt, ahol a bíró volt rám kíváncsi, és kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy én is jelenjek. Meg. Hát meg az is furcsa, hogy ő akar helyreigazítani minket, és úgy gondolja, hogy neki van igaza, de azért a sajtó előtt már nem jelenik meg, illetve a nyilvánosság előtt. Mert a magyar ember valaki támogatást nyert el, támogatást kapott, vagy pedig támogatás kiutalására került sor, e között nem tesz különbséget. A felperes ugye valóságként azt kéri közzétenni, hogy az eredeti szerv szerint 80 méter volt, ebben a vonatkozásban felperesi bizonyítási indítvány nincs. Ha jól értem, akkor a közbeszerzési értesítőt kéne helyreigazítani. A bíróság a keresetet elutasítja. A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az elsőrendű alperesnek 311.150 forint per költséget. Emellett pedig a bíróság még kiemeli azt, hogy a bocsánatkérésre való kötelezés teljesen idegen a sajtópernek az intézményétől. Ez egy kiváló példa annak bemutatására, hogy érdeke lenne, hogy kifogásolt állítással érintett félnek is azt, hogy a sajtó részére minden információt megadjon. Amennyiben ő zárkózik el ettől, az bíróság osztja azt a véleményt, hogy ez utóbb sajtóperben nem kifogásolható.